Nagyon nagy szeretettel köszöntöm 15 perc című műsorunk mai vendégét, dr. Deák Gábor bácsi, méhész egyetemi docens, akivel az influenza szezon közelettével a méhészkedésről és a méz, illetőleg a méhek által előállított különböző termékeknek a fogyasztásáról fogunk majd beszélgetni. Gábor bácsi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát, kedves fiatalok, meg kedves tévénézők, valóban időszerű a mézről egy kicsit bővebben beszélgetnünk, mert az egy áldott jó dolog. Ezt az őseink talán jobban tudták, mint mi. Nem tudom, hogy ki tud arról, hogy 100 évvel ezelőtt még a gyógyszerkönyvben gyógyszerként szerepelt a méz. A fáraók idejében, ami már kicsit régen volt, a fáraók udvartartásában a legbecsesebb szolgák, a háremet felügyelő hölgy, azon túl a vadászmesterek, és a rangsorban szintén előkelő helyen a méhészmesterek voltak, akiknek az volt a dolguk, hogy a fáraó udvartartását ellássák mézzel, meg egyéb méhészeti termékkel, többek közt méppentővel is. Gábor bácsi, a méznek, ahogy említette is, jó pár száz évre visszatekinthető a jótékony hatása, sőt, még nagyon él bennem az az emlékék, hogy a tavalyi évben nagyon sok híradás foglalkozott azzal, hogy találtak egy szarkofágot, és a mumifikált holttest mellett volt egy mézcsupor, ami több mint 2000 éves volt, és gyakorlatilag megőrizte az állagát teljes mértékben. Minek köszönhető az, hogy a méz gyakorlatilag így tevődik össze, és az mellett, hogy rendkívül finom csemegének is számít, miért ajánlott a rendszeres fogyasztása? Hát a méz ugye alapvetően egy tömény cukoroldat, és ez már önmagában is a sűrűsége miatt nem ad lehetőséget arra, hogy benne megtelepedjenek baktériumok. Éppen ezért a mai használatban többek közt ez a baktérium ölő hatása érvényesül, amikor lassan egy kanál tiszta mézet, mondjuk akászmézet beszopogatunk, de hogyha hársmézet tejába teszünk, ugyanaz történik, vagy hogyha galagonyamézet, ha sikerül olyat tisztán venni, vagy hát termelni, az pedig a szívbetegeknek remek. Én ismerek egy olyan szemét, aki abból a bizonyos szarkofágban megmaradt mézből egy kanálkával kapott, mert az csak bizonyos méhészeti rang fölött osztogattak, ez Őrösi Pál Zoltán Kossuth díjas méhészkutatók volt. Gábor bácsi, a mézen kívül gondolok itt például a méhpempőre vagy a propoliszra is, ezeket hogyan készítik a méhek, és ezek milyen hatással vannak az emberi szervezetre? Hát még azért annyit a mézről, hogy az emberiség legalább 200 méhfajt hasznosít, és a mi mérsékelt égövünkön, ahol ugye az évszakok váltják egymást, és hideg évszak is van, és a méhek tudják azt, hogy olyankor nincs lehetőség gyűjteni, tehát fölhalmoznak. Maguknak halmozzák föl, csak mi ezt megbámoljuk. Na most hát a nyári életük az más kérdés, mert akkor meg a másik ösztönük a létfönntartáson túl a szaporodás. Erre nevelnek ők utánpótlásul méh anyákat. Ezekbe az anya bölcsőkbe helyezik ők el azt a különleges táplálékot, amit méhpempőnek hívunk, és abból fejlődik a pete súlyához viszonyítva annak 1500-szoros súlyát kitevő méh anya. Rájöttek, már hivatkoztam a fáraókra, hogy ez nagyon jó hatással van az emberre, a méhpempő, és csoda dolog, hogy egy rovar tápláléka az emberre is hatással van. Elsősorban a fehérje, különleges fehérje tartalma miatt, de van benne enzim és nagyon sok hormonszerű anyag és nyomelemek is. Hát attól tud a méhanya ilyen csodálatos fejlődést produkálni. Meg életén át is ebben táplálják a többiek, ő önmaga nem táplálkozik, és így tudja elérni azt, hogy naponta akár 2000 petét is rak. A propolisz az egy más dolog, az nem táplálék a méheknek, hanem fertőtlenítő és szigetelő anyag. Ezt növények rügyeiről gyűjtik össze, nem is mindig van erre lehetőségük, és például egy új kaptár belső fala
pár nap után sárgás színű lesz, bevonják vele. Hát a propoliszsnak is van az emberre gyakorolt jó hatása, flavonoidok vannak benne, és azok fejtik ki ezt az eredményt. Az érfalak rugalmasságot javítja, azon kívül szintén hát, mikroorganizmus ölő hatású és gyulladás gátló. De külsőleg is lehet használni szemölcsirtásra. A régiek is használták ezt, például a hivatkozott fáraóknál balzsamozásra használták. De tovább megyek, Stradivári híres hegedűit propoliszt is tartalmazó lakkal vonta be. Ezt most a legutóbbi évtizedekben derítették csak ki, hogy mitől ilyen állékonyak. Még akkor szó volt a virágporról, a virágport az tápláléknak gyűjtik a méhek, az elsősorban fehérje forrás, tehát a méz az inkább szénhidrát forrás, a virágpor pedig fehérje forrás. Hát azt is meg lehet enni, nagy kultusza van, főleg tőlük nyugatra. A nagyon sok fehérjén túlmenően ez tartalmaz minden olyan létfontos nyomelemet is, ami kell a növény összerakódásához. Szerencsénk van, hogy a méhek még ilyet is gyűjtenek maguknak, és azt is meg tudjuk vámolni. Ennek egyébként éppen ebben a városkában nagy kultusza van, én magam is koordinálok egy kb. 50 fős csapatot, akik több tonna virágport termelnek, és az egy nyugat-német, egy német gyárnak megy több évtizede. De nagyon meg vannak vele elégedve, mert azóta se tágítottak mellőlünk, de mi se jön mellőlük. Mondhatjuk, hogy az elmúlt időszak egyik legenyhébb tele van még mögöttünk és előttünk. Ez mennyire bolyhatja meg a méheknek az életét, tehát milyen hatással van a bioritmusukra, illetőleg ilyenkor a téli időszakban, a kaptárban mi játszódik le? Hát rendellenesnek tűnik a tél eddigi időszaka. A méhekre nem jó ez az enyhesség, mert ők itt a mérséket égövünkön arra vannak beállva, hogy a tél folyamán félig hibernált állapotba minimális táplálkozással próbálják fönntartani magukat. Ehhez egy úgynevezett téli fürtöt alakítanak. Ez egy olyan 20 centi körüli gömb. Ők ismerik a geometriát. Tudják azt, hogy a gömb az a téridom, amelyikbe a felületéhöz képest a legnagyobb tömeg van, és így akkor a hőveszteség az kevesebb. Ennek a fürtnek a szélén van egy bunda réteg, három rétegbe összezsúfolódva sorba tartózkodnak, ők szigetelnek. Az utána következő réteg az a készültség, tehát hogyha az elgémberedetteket váltani kell, és legbelül van egy körülbelül a tér egyharmadát kitevő lazább rész, ahol mászkálnak is, és táplálékot vesznek magukhoz. Többek közt ott tartózkodik az anyja is. Na most ilyen enyhe télen előfordul, hogy úgy ítélik meg, hogy már közel a tavasz, mert a fiasítás környezetében 30-35 fok meleget kell nekik tartani. Na most, ha kint csak 10 fok van, vagy 5 fok van, és nem mínusz 20, akkor könnyen el tudják érni ezt a 30 fokot, és az anya elkezd petézni. A táplálék megvan hozzá, mert a mézből ugye tartalékoltak, azt már mondtuk, sőt virágport is tudnak ők tartalékolni, mert télen ahhoz nem tudnak hozzájutni a természetből. Azt is képesek besilózni, tehát enzimekkel konzerválják, mégpedig tejsavas erjesztésen viszik keresztül. Ez is termékké vált az utóbbi években, már méhészek, ügyesebb méhészek csinálják, úgy hívják ezt a terméket, hogy méhkenyér, ami hát erjesztett virágbor. Nagyon finom. A tavasz közelettével mikor kezdik el a kinti gyűjtőmunkálatokat a méhek, mikor aktivizálódnak? Hát említettem, hogy a peterakás megkezdődik már
Ilyen, jelenleg is van már petézés a kaptárakban, de ez minimális. Majdnem olyan kísérleti dolog. A rendszeres és komolyabb napi 100-200 darab peterakás az csak akkor kezdődik, amikor kirepülésre alkalmas idő van, hozzájutnak természetes virágporhoz. Ez környékünkön a mogyoró, az erdei som, ugyanakkor vizet is tudnak hordani. Nektár még nem kell, mert ott a méztartalék. És ekkor kezdődne meg. Hát ennek látható jelei vannak. Egy-két ilyen nap már volt a méhészek riadalmára, de valószínűleg, hogy most leáll a dolog, hogy keményebb éjszakai hidegek vannak. Hogyan tevődik össze egyébként egy család? Hát a méh családnak három tagja van, egy méh anya van, aki egy teljes értékű nőstény. A munkás méhek is női varúak, de az anya által termelt ferromontól elsorvad a petefészkük, és azok munkára vannak kárhoztatva. 20 napig úgynevezett benti munkások, és a további 20-30 nap pedig gyűjtő munkások. Tehát ugyanakkor a kifejlődésük betétől a kikelésig ugyancsak 20 nap, hát 3 hét. Tehát lényegében egy munkás méh élete az 3x3 hét. Az anyák azok akár 4-5 évig is elérnek, mostanság már nem, mert az atka elleni védekezés vegyszer hatásából ők is kapnak, mert ők folyamatosan jelen vannak, és emiatt aztán lerövidül az életük. De 3 évig jól működnek. Gábor bácsi. Ja, és a harmadik családtagról nem szóltam, hát a fiúkról. A fiúknak egyetlen dolguk, hogy ha új anya nevelődik a családban, mert a régi, a petéző anya a népesség egy részével kirajzik, és akkor ennek a ott fejlődött új anyának férjhez kell menni. És ez a dolga, hát nagyon kétségbe vonnánk esve, hogyha nálunk is így menne a lehetőséghez jutás. Vannak vagy 1500-an a kaptárban, és elindulnak egy nászrepülésre, és a fiatal anya, szűzanyának hívjuk, csalogatja őket. A vége felé már 35 óránként is sebességgel, meg gyors irányváltásokkal, és a végén már csak a legügyesebb fiú marad a nyomába, és annak azt mondja, hogy na tessék, itt vagyok. És a levegőbe párzanak, és utána az visszatér, a fiú ráfizet, mert ő neki kiszakad a berendezése, és de hát ebben beteljesült az életünk. De a kongresszuson is tartottam előadást is, hát annyira tetszett az Apimondia vezérkarának, akik nemzetközi hírű egyetemi tanárok, hogy egy aranydiplomát kaptam azért, akkor hát 6-ot osztottak ki Magyarországon, de a világon addig összesen 200-at, tudomásom szerint mostanig legfeljebb 250-et osztottak ki, ahhoz képest, hogy 1 millió méhész van a világon. Gábor bácsi, engedjenek, hogy gratuláljak az elért eredményeihez. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és egy kicsit velünk is és a kedves tévénézőkkel is a méhek világát közelebb hozta.